Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, a mai idők szabadidő eltöltésénél rendszeresen visszatérő reklámfogás, hogy élvezetet és élményt kíván, vagy kínálnak az élmény fürdőtől kezdve minden máson át, és az emberek többsége talán valami kis különbséget tesz az élvezet és az élmény között, de valamikor össze is keveri. Talán mondjuk az alkoholista azt mondja, hogy ez azért iszik, mert az egy élvezet számára. Már a kábítószeresek azt mondják, hogy ők egy különleges élményt keresnek. De valahányszor ezzel él az ember, kevéssé bántja utána a bűntudat. Hát kivéve akkor, hogyha mondjuk nagyon sokat evett, és azt mondja, hogy én egyébként fogyózom, és most újra felszedtem, nem tudom mennyit, hát ezért bántja őt a bűntudat, de különben nem. Egy kefirre volt ráírva, hogy teljes élvezet és semmi bűntudat. Na már most az emberek akkor, amikor már valami következménye van az egészségükre, akkor talán bánkódnak, de személyes bűntudatuk nincsen. Az az élmény, amelyről most mind a három szentírási részben hallhattunk, mert az köti össze az Izaiás könyvét, Szent Pál apostol megtéréséről szóló részletet, és a csodálatos halfogást, hogy őnekik egy Isten élményben volt részük, az mindig társult azzal, hogy érezték méltatlanságukat. Izaiás próféta király udvarhoz tartozott, és ezért ott fogta meg őt az Isten, ahol ő leginkább otthonos volt. A templomban valami látomása lehetett, hogy ő találkozott a Szent, a Fönséges és Hatalmas Istennel, akinek a palástja széle, uszája széle töltötte be a templomot, egy költői kép, hogy Istent nem tudja épület úgy befogadni, és ő érzi azt, hogy ő bűnös ember, és mondja is, hogy tisztítsa meg őt az Úr, és megtisztítja, ha olvassuk tovább a történetet, mert a végtelen fölségű Isten szentségéhez képest az ember bűnös és esendő lény. És ugyanúgy volt Szent Pál apostol is, aki üldözte a keresztényeket, de amikor megtért, akkor találkozott a föltámadt Krisztussal, és föl is sorolja, hogy kiknek jelent meg, és neki végén, mint egy ilyen idétlennek, neki is megjelent a föltámadt Krisztus, bár ő nem érdemelte meg, mert ő üldözte Jézus Krisztus egyházát. És ugyanennek a folytatása van az evangéliumokban. A csodálatos halfogás annyira megrendíti Pétert, mert minden az ő értelme és tapasztalata ellen való volt, hogy nappal, ha egyszer éjszaka se tudtak halat fogni, most zaj is van, most fogjon halat, amikor ez abszolút lehetetlen a halászok tapasztalata szerint, és kivetteti Jézus vele a hálót, és ugyanakkor az, mikor megtellik, akkor ő megrendül, és azt mondja, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A genezáreti tó partján egy szép szobor emlékeztet erre, megörökíti ezt az élményt, hogy Jézus ott áll, és tédre borulva Péter kéri az Urat, hogy menjen el tőle, bűnös ember,
Őt azon a területén fogta meg, amihez ő értett, mert az Isten megkeresi az ember gondolkodásának, érzelem világának megfelelő találkozási módot. Egyszer egy fizikus adott nekem egy lelki naplót, és nem nagyon értettem, tele volt képletekkel, meg mindennel, magasan kvalifikált fizikus ember volt, és hogy ő neki hol jelenik meg az Isten. A matematika és a fizika tudománya, annak a rendszerességei, összetettsége, ami az Isten jelenlétére utal, hogy ez nincs magától, ott érezte, szíven ütöttnek magát, hogy Istennek pedig lennie kell. Tehát mindenkit ott fog meg, a parasztembert, amikor elcsodálkozott azon, hogy nőnek a növények, milyen csodálatosak, ő csak elveti a magot is, mint hogy a Bibliában van, ki kell magától nő, utána már neki szinte nem kell semmit tennie érte. És az Isten élmény fordítottan a világ élményeivel szembe az embert alázatra és egyfajta bűnbánatra is sarkalja, hogy érezze, hogy az Isten mennyire magasabb rendű, mennyire fölöttünk álló, és ugyanakkor mégis hozzánk hajló, hogy bennünket, embereket felé fordítson. Úgy gondolom, hogy minden keresztény ember, aki hitvalló módon él, ha nem is ilyen látványosan talán, de egy belső megbizonyosodásra tesz szert, ha más nem a lelki béke, a lelki derű formájában, amikor az Isten jelenlétét megtapasztalhatja, hogy igen, ha visszatekint az életére, akkor látja azt, hogy mennyi minden történt, és hogyan alakult a sorsa, és meg kell neki látnia azt, hogy vele volt az Isten. És az Isten élmény tovább löki az embert, hiszen itt az az evangéliumi történet, ami egy nagyon mindennapi volt, hogy a halászok halásznak, és hát nagyon sok halat fogtak, az fölemelkedett lelki magaslatra. Azért is került bele az evangéliumba, hiszen nem volt akkor rendkívül dolog, hogy halászok a genezáriti tavon fogtak halat, de miután Jézus fölhasználja ezt az alkalmat arra, hogy Péternek új hivatást adjon, akkor azt mondja, hogy ezentúl ember halász leszel. És ez nem csak ő rá vonatkozott, hanem arra az apostoli egyházra, amelynek küldetése volt, hogy hirdesse az evangéliumot. Hiszen Jézusnak ez volt az utolsó parancsa. Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, tanítsatok minden népet. És hogyha az apostolok cselekedetét olvassuk, akkor abból kiderül, hogy ezt nem csak az apostolok vonatkoztatták magukra, hanem az első egyházközségnek, a jeruzsálemi egyházközségnek a hívei is, hiszen az üldözés után szétszélettek, és amikor Pál apostol egy 20 évre rá Jézus föltámadása után Rómába ment, már találkozott keresztényekkel. Hát kik mentek oda? A keresztények, akik hirdették Jézus Krisztus föltámadását, és a tanításából, amit tudtak, azt tovább adták. Ennél fogva ez a misszió, ez a küldetés valamennyiünknek a feladata is. A második vatikáni zsinat újra rámutatott erre, mert középkorban, miután elég sok pap is volt, szerzetes is volt, úgy gondolták, hogy az kifejezetten csak a papoknak, szerzeteseknek a feladata, az ő reszortjuk, hogy így mondjam, hogy ezt tegyék. De miután minden megkeresztelt embernek van az általános papságból, az általános prófétaságból, pásztori tisztségből része, a maga helyén, területén neki is tovább kell adni az evangéliumot. De aztán különösen azoknak,
akik például a hitoktatásban is részt vesznek, hiszen ma már a hittan oktatás, a katekézis, vagy annak megvalósulása, megvalósítása sokkal nagyobb számban a világegyházban is, de még az egyházmegyénkben is világi hívek munkája által történik. De nem szabad megfeledkeznünk arról, ami itt ezekből a szentírási részekből egyértelművé válik, hogy az evangélium az Isten jó hírének a továbbadása megkívánja, hogy legyen egy belsőséges Isten tapasztalatunk és hitünk. Nem lehet úgy továbbadni a hitet, mint például a matematika vagy a kémia oktatást. Mert azt elő lehet adni, abból lehet vizsgáztatni, számon kérni, de az nem követel egyéni meggyőződést. Jó, hát tudni kell, hogy a fizikának vagy a természettudománynak ez a törvénye, de azért nem kell úgy az életünket odaadni, mint ahogy a hit tartalmai megkívánják. Ebből is látszik az, hogy a hitoktatásnak előföltétele az, hogy hívő emberek legyenek azok, akik azt továbbadják, hogy legyen nekik egy belső tapasztalatuk arról, hogy mit jelent az az Úrral való találkozás. És akkor tudják, hogy így mondjam, a nehézségeken túl is végezni a feladatukat. Mert ahogy a halászoknak is volt olyan kudarca, hogy egész éjszaka halásztak és nem fogtak semmit, ez a lelki élet területén is hát elő-elő fordul, hogy azt tapasztaljuk, hogy mintha nem volna foganatja a szavunknak. Egyébként az egész pedagógiában van egy ilyen kudarc élmény a pedagógus tanító társadalom részéről, hogy egyre nehezebb a fiatalokkal úgy foglalkozni, hogy azokra belülről is lehessen hatni, mert annyi sok külső információ éri őket, hogy mellette az, amit mi átadunk, az unalmasnak, és hát teljesen fölöslegesnek tűnhet. Már magában a pedagógiában is ezt élik meg sokszor a pedagógusok, hát akkor még a hitoktatás területén is. De hogy Péter azt mondta, hogy Uram, a te szavadra kivetem a hálót, mi nekünk nem szabad fölhagyni, hittel bízni kell az Úrban, a tekintetben is, hogy amit teszünk, annak megvan és meg lesz az eredménye. Annak a hitoktatásnak, ami most már az általános iskolákba is bekerült, vagy amit esetleg a plébánián végzünk. Mert a kegyelem az soha nem tudjuk, hogy hol hat. Megtörténik az, hogy valaki fiatal korban teljesen eltávolodik az Istentől, minden hitoktatás, szentségek fölvétele, első áldozás, birmálkozás ellenére is, de valami fordulatot az élet hoz, akár egy tragikus esemény, akár egy Isten élmény, akár olyasmi, amire nem számítottunk, és van alap, amihez visszatérjen az illető. Mert ha nincs meg az alap, akkor nincs hozzá visszatérni. Ezért nem fölösleg és kisgyerekkortól kezdve a hitoktatás, a hitben való nevelés, mert ahogy egy öreg embernek visszatérnek a gyerekkori dolgai, hát figyeljük meg az öregjeinken, vagy egy bizonyos kor után magunkon is, hogy mennyire élesen visszajönnek a gyerekkori dolgok, amiket úgy azt hittük, hogy rég eltemettünk, de visszajön. Hát ugyanúgy a hitbéli tapasztalataink, azok is visszajönnek, és ez az Isten kegyelme, hogy akkor, amikor hát már felé közeledünk, akkor szólít meg bennünket a régi tanult ismeretek, a régi tapasztalatok alapján, hogy visszavisz az atyai házba bennünket. Tanulságos mindhárom evangéliumi szakasz,
És hát azt kell kérnünk nekünk is az Úrtól, hogyha találkoztunk vele életünkben, van egy olyan emlékünk, amikor úgy éreztük, hogy velünk volt az Isten. Az Isten megmutatta önmagát, akkor ennek az élménynek az emlékét őrizzük, mert ez visz bennünket tovább. Pascal természettudós volt, és hát hívő ember volt ő, felnőtt vagy egész életében, de amikor meghalt, akkor a zsebében találtak egy írást. És meghatározott dátum, nap, talán még óra is ott fel volt tüntetve, és ez volt ott, hogy tűz, 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 nem a filozófusok istene, nem atyáim Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ő, aki természettudományos gondolkodású ember volt, és például a föltámadásról is azt mondta, hogy már csak azért is hinni kell, hogyha matematikus módon gondolkodok, mert az mindig jobb eset, hogyha én hiszek a föltámadásba, mert a nem hívő, hát ha találkozik az Istennel, akkor jön rá, hogy fölöslegesen tagadta őt. De a hívő még, hogyha nem is volna Isten, hát akkor se járt rosszul. Volt egy ilyen matematikai elmélet, hogy már csak ezért is hinni kell az Istenbe. De aztán jött egy fordulat az életébe, amikor ő találkozott a személyes Istennel, és annyira fontosnak tartotta, hogy ezt írta, és ez őt mindig emlékeztette. Be volt varva a ruhájába. Tűz, 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 nem a filozófusok, nem az értelem Istene csupán, hanem a Szentírás, a kinyilatkoztatás Istene, az, akivel ő találkozott. Hát mi is őrizzük azt az élményt, ami bennünket elért, hogy segítsen át bennünket a nehézségekben, és a bűnbánat mellett, ami mindig kell, hogy meglegyen bennünk, töltsön el az az öröm, hogy az Úr már itt a Földön is valahogy már megmutatta magát nekünk, és ez csak kiteljesedni fog a boldog örökké valóság színe látásában. Amen. Hiszek